Idén is több ezer látogatót vonzott Gödöllőn a látnivalókban, programokban bővelkedő belvárosi napok szeptember 10-én és 11-én. A rendezvénysorozat szombaton kora reggel a hagyományoknak megfelelően futóversennyel indult a Világfától, amelyen 3124 regisztrált futó vett részt. A bemelegítést követően először az ötödik osztályosok, illetve a tőlük idősebbek álltak rajthoz, majd a kisebbek, a családok, babakocsis szülők, valamint a kutyával futók. A rajtot Gémesi György, Gödöllőváros polgármestere vezényelte. Nem verseny egyébként, ezzel demonstrálja a város, hogy sportoló város, ahogy tetszenek látni, itt vagyunk nagyon sokan, és most minket nem igazán az érdekel, hogy a gödöllői közlekedés hogy van, hanem az, hogy ez egy jó sikerült sportprogram legyen mindenki számára. Ezzel a sportprogrammal nyílik meg a belvárosi napok. Két napon keresztül leszünk itt a parkban, jöjjenek, vegyenek részt a rendezvényeken, jó idő lesz, és búcsúztassuk el így a nyarat. Akkor most mindenki figyeljen, mert indítom a versenyt, elkészülni, vigyázz! Rajt! A 2 kilométeres távot megtett futók az Ady Endre sétány kastély előtti részén értek célba, ahol a győzteseknek járó kupákat és nyereményeket Gadanesz György, testnevelő tanár, a verseny egyik szervezője adta át. A sportprogramok folytatásaként Rubin Tréka tartott 1 órás alakformáló edzést. Másik láb hátul! Sok! Ugyanez a lábban előtt! Sok! 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 3! A nagy színpadon szombat délelőtt a mozgásé volt a főszerep, ahol a gödöllői sportegyesületek, tánciskolák mutatták be tudásukat. Volt taekwondo, kung-fu, hip-hop, szalsza és akrobatikus tánc bemutató, és első ízben itt mutatta be tánctudását Gödöllő nagy közönsége előtt a Petőfi Sándor Általános Iskola német nemzetiségi tánccsoportja is. A 4. C-sek fognak 2 tánc produkciót mutatni, és ez úgy alakult, hogy 1 év óta van komoly táncoktatás nálunk. Borbély Alexandra vezeti a csoportokat, és ő tanítja be a gyerekeket, ezzel a produkción lépnek majd fel a gyerekek. Két év óta vagyok képviselő és az elnök helyettese, és törekszem arra, hogy nyissunk a közönség felé, hogy a német nemzetiségi önkormányzat ne csak a Petőfi Sándor általános iskolai nemzetiségi oktatásra koncentráljon, hanem az itt élő emberek igényeire is. És hát ez az első alkalom, hogy meg tudjuk itt magunkat mutatni a belvárosi napokban. Mi a terv a jövőre nézve, akár a jövő évi belvárosi napokra nézve?
Azt szeretnénk, mint ahogy említettem már, hogy nyitni a nagy közönség felé, Gödöllő német gyökerekkel rendelkező, vagy német nevű emberek, emberei felé, és szeretnénk jövőre a Civil utcában is megmutatni magunkat, és felmérni azokat az igényeket, hogy mit szeretnének ők visszaörökíteni, visszatanulni a hagyományaikból, amik léteztek itt Gödöllőn is, csak még hát halványan emlékszünk rá. A Művészetek háza melletti füves terület is több program helyszíne volt, a Novo Café terasza pedig főzőversennek adott otthont. A Cserkész szobornál Benedek Krisztina népi ének és néptánc tanár és fia Széphalmi Pál hagyományőrző babamama foglalkozással várta a kisgyermekeket és szüleiket. A belvárosi napok keretében nyílt meg a Művészetek háza konferencia termében a 34. magyar sajtófotó kiállítás, mely Gödöllőn a 4. alkalommal tekinthető meg. Az október 4-ig látogatható kiállítást Gémesi György polgármester és Szigeti Tamás fotóriporter nyitotta meg. Aki a képeket már végignézte, az világosan látja, hogy nem akármilyen fotókról van szó, és amik itt vannak a legjobbak, a díjazottak. És amit gondoltam, mielőtt bejöttem, hogy a fő téma lesz, vagy egyik fő téma lesz a menekültügy Magyarországon, vagy a terrorcselekmények egy része más országokban, ami most ugye azért nagyon nyomasztja a közéletet. Hihetetlen, hogy a fotós hogy tudja meglátni azokat a pillanatokat, amiket mi talán csak érzéssel tudunk egyik vagy a másik esemény kapcsán követni, és egy-egy pillanattal gyakorlatilag magát a történetet, magát az eseményt úgy közvetíteni felénk, hogy azt át is tudjuk élni, és mintha ott lennénk a közvetlen környezetében, vagy ott lettünk volna. Ez úgy alakult, hogy a pályázat kiírásakor, tavaly nyár vége fele ősszel éreztük már, hogy ez egy nagyon égető, nagyon jelentős probléma, amiről nyilván nagyon sok színvonalas fotográfia érkezik majd a pályázatra. És ezért a sajtófotó pályázat 34 éves történetében először egy külön kategóriát nyitottunk egy témának, ebben az esetben a menekült válságnak. Így minden menekült válsággal kapcsolatos képet oda csatornáztunk be, hogy ilyen ronda kifejezéssel éljek. Ez azért jó volt, azért is jó volt, mert nem lepték el a pályázatot ezek a fotók, hiszen a képriporttól a társadalom ábrázoláson át egészen a portréig elképzelhető lett volna, hogy ennek a témának a képei beérkeznek a pályázatra. Így azonban saját magukkal mérettettek meg, tehát azonos témakörben készült képek azonos kategóriában szerepeltek, és esélyt hagytak ezzel a többi kategóriában azoknak a képeknek, amik pedig kimondottan odavalók voltak. A kétnapos rendezvény programjai között az egészség is szerepet kapott. A Muza előtt az Unika biztosító mobil egészségközpontja kínált számos szűrési szolgáltatást a belvárosi napok látogatói számára, az országos mentőszolgálat gödöllői munkatársai pedig látványos mentési bemutatóval színesítették a programot.
az ápoló pedig a kezét átkulcsolva a betegnek a mellkasát fogja emelni. Átfordították egy olyan helyzetbe, hogy ki tudjon szállni, illetve ki tudják emelni az autóból. Közben a gépész és a mentőtiszt előkészíti a betegnek az ágyát. Megkezdődik az emelés. Nagyon fontos, hogy oldal irányban megpróbáljuk nem elmozgatni a sérültet. Amint láthatják, sokszor ez egy igen nehéz munka. Nehézek. A sérült emberek nagy része általában nem a kisgyerekekhez megyünk. Miután felkerült a sérült a hordágyra, azt megemelik, hogy könnyebben hozzáférhető legyen a további másodlagos betegvizsgálat számára. A rendezvény vendége idén a várossá válásának 50. évfordulóját ünneplő Tiszaújváros volt. A település bemutató sátorban foltvaró kiállítás, kézműves foglalkozás és krumpli lángos kóstoló várta az érdeklődőket, a nagy színpadon pedig több mint 2 órás műsorral kedveskedtek a gödöllieknek, melyben közreműködött az MGD zenekar, a Pántlika Néptánc Együttes, a Fit Dance csoport, a Tiszaújvárosi Gimnasztráda, valamint a Derkovics fúvózenekar és az általuk kísért Mazsorett csoport. Nagyon szépen köszönöm polgármester úrnak, a gödöllőieknek, hogy meghívták ide városunkat. Örömmel jöttünk, és örömmel hoztuk el ezt a néhány fiatalt, ezt a 130 fiatalt, akik megmutatták egy picikét, hogy mi is igyekszünk, mi is szeretnénk olyan jó város lenni, mint Gödöllő. A nyári napokat idéző hétvégén idén is folkudvarral várta a népi hagyományok iránt érdeklődőket a Gödöllő Tánc Együttes. Ez a 3. év most már, hogy folkudvarunk, igen népszerű itt a belvárosi napok keretein belül. És nagyon boldogak vagyunk, mert nem csak a megnövekedett csoportlétszám, amely mutatják azt, hogy nagyon kedvelik ezt a műfajt újra, hál' Istennek az emberek itt Gödöllőn, hanem ez a kitelepült kétnapos folkudvarunk is jó példa erre. Veresegyházzal az idén a kapolcsi témánk a szalma és egy aratós ünnepségnek a bemutatása volt Kapolcson, ezért itt is Gödöllőre is ezt a témát álmodtuk meg. Miklós és Zsuzsa abban vannak segítségünkre, hogy a szalmából készíthető ékszereket, szalmakoszorúnak az úgynevezett csiga díszítményét itt megtanítják az érdeklődőknek, illetve Miklós egy nagyon sajátos kvíz feladatsorral készült a tudatlanok és az érdeklődők számára. Nem is gondolnánk, hogy hányféle kalásza van a gabonának, amiket fogyasztunk, és ő ezt állított egy ilyen kvíz sorba rendkívül ötletesen, úgyhogy az apukák szokták általában a tudásukat itt felmérni, hogy ki mennyire ismeri még a régi gabonanövényeket így kalászról. Arató koreográfiával készültünk a kapolcsi műsorra, és adódott a dolog, hogy akkor állítsunk össze egy ilyen játékot, és a nézőközönségét is vonjuk be ebbe a feladatba, vagy ebbe a játékba, és azt gondoltam, hogy a különböző kalászos termékeket összegyűjtve felírom a nevüket, és a hozzá aktuális csokrokat akasszák föl a játékosok vagy a kedves nézők. És így történt, hogy ezt a néhány fajtát összeszedtem, ráírtam a gerebére a neveket, aktuálisan a gerebét választottam, mert ugye ez szükséges az aratáshoz, és Kapolcson is nagy sikere volt, és most itt Gödöllőn is azt látom, hogy a fiatalabb korosztály, a 10 évesek is érdeklődéssel rakják a helyükre ezeket a csokrokat, és hát a korombelieknek is sokszor fejtörést okoz, hogy jó helyre rakták-e a termést. A gabonák fajtái mellett a kévék keresztbe rakását is megtanulhattuk a Gödöllő Táncegyüttes folkudvarában. Az aratás úgy kezdődik, hogy kimennek az aratók a búzaföldre, árpaföldre, vagy éppen az aktuális táblára, hozzákezdenek, learatják a
kalászost, marokba szedik, kévébe kötik a következő műveletet. Ezt láttuk itt, a kévéket. Hát nyilván ezek ugye miniatűr kévék, a valóságban ezek öles kévék, és a végén keresztbe rakják, hogy a esőtől megvédjék a magot, egymásra rakják a kalászokat. Ez körülbelül 18-20 kéve kerül egy keresztbe, és amikor befejeződött a teljes aratás, ezt behordták a szérükbe lovaskocsival, tehenes kocsival, és jött a cséplőgép, akkor még nem kombájn volt, cséplőgéppel ezt kiaratták, kicsépelték, külön választották a magot, amit itt láthatunk, és külön a szalmát. És tulajdonképpen ezzel véget ért az aratás, ma már csak azt látjuk, hogy a kombányból folyik ki a mag, és a boltba levesszük a tönkölybúzát, a rozslisztet, meg a zappelyhet. Nagyon boldogok vagyunk, mert az utóbbi éveinknek nem titkolt szándéka, hogy nem csak a táncos gyerekeinket szeretnénk megmozgatni, hanem családi táncházaink most már nagyon jól működnek két havonta itt a Művészetek Házában, de a folkudvarunkban is nagyon sokan részt vesznek. A délelőtt folyamán, főzőversenyen a szülők csapata mutatta meg, hogy nagyon ügyes, mert elhozták az ezüstfakanalat, vagyis második helyezettek lettek. A veresi hagyományőrzők bevonásában nagyon jó példa ez a szülőknek és a felnőtt táncosainknak. A 30-40-en most is itt vagyunk az udvarban, ők abban segítenek, hogy bevonják az érdeklődőket, segítenek a kézműveskedésben, táncházat tartanak, a paravánunkat és egyéb kézműves dolgainkat is egy gödöllői festőművész, aki egyben anyukánk is, készítette ő Ballavera, ezen kívül az együtteseink, a csoportjainkból is kint vannak a gyerekeink nagyon nagy létszámmal, holnap is, mai napon is, és hát az is egy új csodálatos dolog, hogy annyira szeretik ezt az egész népművészetet a gyerekeink, hogy nagyon sokan most már muzsikálnak is, úgyhogy saját népzenészeink is vannak, bár éppen most ők nincsenek itt, de hamarosan érkeznek. Hátrafelé indít meg! Előre, csak előre! Lássuk, ki lesz előle! A rendezvény másik kiemelt vendége a Föld második legnagyobb kontinense, Afrika volt. A Magyar-Afrika Társaság jóvoltából szenegáli és kameruni táncosok műsora mellett a vállalkozókedvű és hosszú haja rendelkező hölgyek kipróbálhatták az autentikus afrikai hajfonást is. A gödöllői belvárosi napok további eseményeit magazinunk következő számában mutatjuk meg önöknek. Tartsanak akkor is velünk!